Tisztelettel és őszinte szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat, akik megtisztelték ezt a mai előadást, amelynek az ideje egy picikét lerövidülne, de ha megengedik, tovább fogom tartani, mint ahogy a programban szól, hogy nehogy itt meg kelljen elégednem 35 perccel, mikor 45-60 percre vagyok hitelesítve. Mindenek előtt szívből gratulálok a szereplő fiataloknak, különösen a fiatal embernek, akinek az előadását olyannyira élveztem, hogy kicsit szomorúan gondoltam arra, hogy most nekem itt utána ilyen száraz előadást kell tartanom, mikor valószínűleg sokan még tovább gyönyörködtek volna a tehetséges előadásában, nem különbül a három lány szép éneklésében. És tudják, én 2 évtizedet középiskolában töltöttem, 1 évtizedet az egyetemen, a tanárképzésben, kicsikét elszomorodtam, amikor figyeltem igazgatónőnek az arcát, aki minden másról megfeledkezve figyelte a tanítványainak a szereplését. Ez az a csodálatos dolog, amiért érdemes erre a pályára jönni, és érdemes itt maradni akkor is, ha történetesen az irányításban, az igazgatásban kap szerepet a sorstól az ember. Nos tehát szívből köszöntöm még egyszer a kedves kollégákat, sok ilyen kiváló tanítványt kívánok mindannyiuknak. Ennek az előadásnak az lenne a célja, értelme, hogy a jelenlevők egy összesített képet kapjanak azoknak a változásoknak az okáról, lényegéről, céljáról, amelyek a köznevelés rendszerében az elmúlt években történtek, amelyek ezekben a napokban történnek, és különös hangsúllyal, amelyek a következő tanév elejétől történni fognak. Azért is vállalok sok-sok ilyen előadást, mert iszonyatosan sok a félremagyarázás, a talán tévedésből, tájékozatlanságból fakadó információferdítés, néha pedig a rossz indulatból. Éppen ma szaladtam bele abba a témába, mert annyi ilyen van, hogy nem is győzi az ember követni, hogy nehéz felfogni, hogy hogy lehet félreérteni a Nemzeti Alaptantervnek azt a passzusát, ahol a testnevelés óra keretében kötelezővé teszi a relaxációt. A relaxáció mindig is, mióta testnevelés óra volt, meg sport volt, az része a testedzésnek, ezért tehát nem arról van szó, szemben sok-sok állítással, hogy majd heti 2 órában relaxációt kell tartani minden iskolában, már kérdezik is, hogy hol vannak erre képezve. Nos, bizonyára van testnevelő tanár itt a teremben, ők talán megerősíthetik, hogy a testnevelő óráknak, a testnevelési óráknak mindig is része volt, és része kell, hogy legyen a felfrissítő pihenés, magyarul, azaz a relaxáció. De ez csak egyetlen példa mondjuk a mai nap történéseiből. Egy másik ilyen példa az, amikor úgy állítják be azt az általános iskolás osztályába történő túljelentkezést, hogy itt milyen katasztrófa van, és káosz van, és összeomlás van, holott országos mértékben több mint 13 ezerrel több férőhely van az általános iskolás első osztályában, mint a hány gyerek. Ebből tehát látszik, hogy nem elszámítás történt, hanem az történt, hogy néhány ezerrel valóban több gyerek jelentkezett az első osztályba, ennek az okait tudják az általános iskolák, és ezeket a problémákat, amelyek mindig is voltak, csak az önkormányzati rendszernek a sokszínűsége elfedte, most pedig országosan egységes tájékoztatást adtunk a nyilvánosságra, nos ezeket a problémákat az állami fenntartásba vétel felszínre hozta, de ugyanakkor kezeli is. Ezért itt nyugtatnék meg ezúttal is mindenkit, hogy az első osztályosok felvételéről a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ gondoskodik. Az 1 órával ezelőtt itt tartott sajtótájékoztatón hallhattuk Sticker Péter tankerületi igazgatótól, akit külön is szeretettel köszöntök, hiszen közvetlen munkatársammá vált, hogy új osztály nyitásával meg tudják oldani a problémát. Akkor kérdezem, miért probléma ez? Miért káosz ez? Miért összeomlás ez? Sajnos ez a jelenség végig kíséri a köznevelési rendszer átalakítását, amelyben nyilvánvalóan vannak olyanok, akik nem érdekeltek, akik esetleg haszonélvezői voltak annak a korábbi rendszernek, amely nem követelt a gyerektől sem,
és elég keveset követelt a pedagógustól sem, mellette a pedagógus bérét jó alacsonyan tartotta, sokszor megalázó túlóradíjakkal és egyéb üveggyöngyökkel fizette ki, hogy valahogy meg tudjon élni, és azt eredményezte, hogy bizony egy gyerek sorsát meghatározta az, hogy hová született, mert olyan óriási különbségek alakultak ki iskolák és iskolák között, amely mindent szolgált, csak nem a jelszó szerint hirdetett esélyegyenlőséget. Nos, ezeket a példákat azért hoztam az előadásom elejére, hogy felhívjam a kedves kollégák figyelmét ismételten, ki tudja hányadszor, hogy mi tanult emberek, értelmiségi emberek, tanító, tanár emberek vagyunk, ne üljünk föl a becsapásoknak, hanem ha valami szöget üt a fejünkbe, járjunk utána. Ma már minden nyilvános. Az országgyűlés honlapján még a törvénytervezetek is, még a módosítási javaslatok is nyomon követhetők. Egy módosítási javaslatot nem kell készpénznek venni, az még nem döntés. Azt vagy elfogadja a parlament, vagy nem fogadja el. A kész megalkotott törvények és a kész megalkotott jogszabályok kijelölik azt az utat, amit a köznevelési rendszernek járni kell. Tudom, hogy nem lehet győzni az információk áradatát. Én magam, aki sokszor kezdeményezője vagyok az új szabályoknak is, nehezen követem. Ez nem örvendetes helyzet, de szükséges helyzet. Nos, miért? Mert van egy olyan iskola rendszerünk, amely 1017 évvel ezelőtt indult hódító útjára, Szentmártonhegyéről, a mai Pannonhalmáról is dicsőséges utat járt be. És ez az iskolarendszer magasra emelte a mércét, olyan eredményeket produkált a magyar iskolákban, amelyre joggal büszkék lehetünk. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy ismét elismerésemet fejezzem ki mind a Munkácsi Mihály, mind a feltételezem, hogy félig meddig rivális, de egyébként partner Táncsics gimnázium tanári karának, azért az eredményért, amelyet elértek. Miniszter úrral egy-két héttel ezelőtt adtuk át a diákolimpikonoknak a különböző kitüntetést, meg a tanároknak, és bizony ott volt a kaposvári két neves gimnázium több tanulója és tanára is. Ez lenne a cél, hogy nem lehet mindenki persze diákolimpikon, de ők képezzék azt a húzóerőt, amelyet középiskolában minden iskolának meg kell céloznia, és így a többi iskolában. Nos, nézzük, hogy milyen eszközök járultak ahhoz hozzá, hogy azt a sok változást elindítsuk. 2010 nyarán elkezdtük és megtettük az első lépést, de a leglényegesebb, nagyon nagy előkészületet igénylő és nagyon sok félreértést indukáló, de ezt most már nem ismertetem, lépés az volt, hogy megalkottuk 2011. decemberére a köznevelésről szóló törvényt. Gondoljuk végig, nem olyan sok idő telt el, december 2011. december óta, mindösszesen 16 hónap, és ez alatt a 16 hónap alatt ezt a következő dia mutatja, hogy új jogszabályok özönét alkottuk meg, több mint 80-at. Tudom, hogy ez sok, tudom, hogy óriási a változás. Tudom, hogy nem könnyű követni, meg is szokták tőlem kérdezni, hogy minek ez a nagy rohanás. Talán sokan ismerik azt a kabaré jelenetet, ami a Ványa bácsit ironizálja, parodizálja, és egy lelassult folyamatban kérdezik, hogy mi hová sietünk, minek ez a nagy rohanás. Ezt tekintsék csak egy tréfának. Minek ez a nagy rohanás? Azért, mert akkora különbségek mutatkoztak az oktatási rendszer eredményei között. Annyi olyan gyereket bocsátott ki az iskolarendszer évről évre, 10 000 számra, akik vagy funkcionális analfabéták voltak, vagy nem rendelkeztek azzal a tudással, kompetencia halmazzal, hogy tovább tudjanak lépni, akár egy következő iskolafokra, akár az életbe, hogy ez tarthatatlan helyzet egy olyan társadalomban, amely megújulásra és versenyképességre készül. Minden elszalasztott év 10 000 számra rontja a gyerekeknek az esélyét. Ezért ez az a terület, ahol sietni kell azért, hogy a hibákat minél előbb orvosoljuk, mert minden hiba hátterében felsejlik az a kisgyerek, akiből esetleg nem válhatna ilyen tehetséges előadó művész, akkor, ha nem kerülne idejében megfelelő iskolába. Kérem, ezt lássák a nagy sietség mögött. Ugyanezt mondhatnám el a
az ország, a társadalom különböző területeire, hogy bizony nagyon sok leromlott állapotot találhatunk, de ennyire élesen talán éppen az iskola vonatkozásában jelentkezik, hogy nem várhattunk tovább. És van még egy érvem. Sokszor megkérdezik tőlem, általában olyanok, akiknek nincsen igazi pedagógiai gyakorlatuk vagy ismeretük, hogy na és majd az eredmények akkor már holnap vagy holnap után látszanak. Ez is kellő alázatot követel mindannyiunktól, mert mi tudjuk, hogy az iskolaügy vonatkozásában az eredmények nem jönnek egyik napról a másikra. Ezért is sietetni kell, és sok oldalról kell ráhatni egy negatív jelenségre ahhoz, hogy látszódjanak az eredmények. Mi mindazt, amit előkészítettünk ebben a több mint 80 jogszabályban, még két vagy három fontos jogszabály vár ránk, de jó úton haladunk, hogy mindez időben elkészül. Összehangoltan, mint egy mozaik képnek a kockái, vagy ha úgy tetszik, egy kirakós játék, egy puzzle elemei egymáshoz illeszkedve azt szolgálják, hogy megújuljon az ország, megújuljon a köznevelés rendszer, amely sietteti, gyorsítja az ország megújulását, hogy az alaptörvényben rögzített értékek mentén folyjék végre a nevelés, és ne csak úgy átabotában, hogy majd a gyerek eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz, erre még vissza fogok térni, hogy az ország felemelkedjék, mégpedig nem ügyeskedés, csalás, trükközés következtében, hanem a minőségi jegyében, a munka alapján, hogy a versenyképességünk mind az iskola ügyben, mind az ország gazdasági, kulturális és egyéb teljesítő képességében javuljon, mert különben eltipródunk itt a föld színe alól, volt már egyszer-kétszer erre kezdeményezés, hogy megerősödjék a nemzeti középosztály, amelynek a legszélesebb, legstabilabb részét éppen mi képezzük, pedagógusok, hogy a társadalmi elvárásoknak, az időről időre megújuló és felgyorsult társadalmi elvárásoknak megfeleljen az oktatási rendszer egésze, hogy érvényesüljön az igazságosság és az egyenlőség eszméje, amennyire lehetséges, belekalkulálva azt, hogy emberek mi itt a Földön, mi itt nem egészen most már 10 milliónyian Magyarországon, 10 millió félék vagyunk, mégis arra kell törekedni, hogy az esélyek tekintetében megkapjuk a lehetőséget, az egyenlő lehetőséget arra, hogy fejlődjünk, hogy boldoguljunk, és különösen a kisgyerekek. Ez felel meg az igazságosság eszméjének, ez felel meg az emberi méltóságból következő emberi jogoknak is. És az is fontos szempont, vagy cél, de eszközjellegű cél, hogy ez a megújult köznevelési rendszer gazdaságosan működjék, hogy ne lehessen róla elmondani azt néhány év múlva, hogy egyfelől pénzhiány, forráshiány jellemzi, másfelől pedig sok területen nem kellőképpen meggondolt pénzkidobás, úgymond pazarlás. Sajnos erre is számtalan példa adódott az elmúlt években. És ezen célok mentén lehet azt remélni, hogy végre megtörténik Magyarországon az a valódi rendszerváltozás, amely nem csak szabadságot, nem csak demokráciát hoz, hanem igazságosságot, gazdagodást, minőségi fejlődést, versenyképességet és megújulást. Ezt mind tudatosan végig gondoltuk azokban a szabályozókban, amelyeknek lényeges elemeit fogom most ismertetni. Nos, a leglátványosabb és ebben az évben kezdődött változás az az állami fenntartásba vétel volt. Talán emlékeznek rá sokan, hogy tavaly az őszi hónapokban összeomlással, káosszal fenyegették a tanárokat, szülőket, gyerekeket. Aztán január 3-án elkezdődött a tanítás az iskolákban. Ebből az átállásból a legtöbb helyen a kollégák semmit vagy nagyon keveset éreztek meg. Nem titkoltuk soha, hogy az igazgatók bizony meg fogják érezni. Mi történt itt? Egy korábbi legalább két évtizedes rutint kellett felváltani egy új gyakorlattal. Amíg elrendeződött mindaz, hogy kiírja alá a számlákat, meg hova címzi, meg kifizeti a krétát, uram, bocsá, a WC papírt, szégyeltem magam, amikor erről kellett különböző
televíziós interjúkban beszélnem, hogy ez az oktatásnak a lényege. Nos, amíg mindez helyre került, eltelt egy-két hét. És azért kezdtem abba az országjárásba, amelynek ez a mai fórum is egyik eleme, hogy személyesen is tapasztalatot szerezzek arról, hogy mi volt ez az irdatlan nagy káosz, amelyről a megújulásnak a harcos ellenzői beszéltek. És azt kellett bárhol tapasztalnom, legalább 8 megyében megfordultam, hogy sehol nem volt káosz, elrendeződtek ezek a dolgok. Nem volt olyan probléma, amire az új fenntartó, a Klebersberg egy napon belül, később néhány órán belül, majd egy-két órán belül ne tudott volna választ adni. Itt mondok köszönetet és fejezem ki elismerésemet a kaposvári és Somogy megyei szereplőknek is, ahol bárkit kérdeztem és előre is készültem, azt tapasztaltam, hogy megtalálták az együttműködésnek az egyetlen helyes és természetes módját, kikitette a dolgát, és hogyha nem volt valamire jogszabály, akkor a józan ész és a lelkiismeret alapján döntöttek. Nos, ez történt az állami fenntartásba vétellel, amelynek a célja, legmarkánsabb célja azoknak a megengedhetetlen különbségeknek a kiegyenlítése, tartalmi, minőségi, szaktanárellátottsági és gazdaságossági vonatkozásban. Azt is hallottuk tavaly ősszel, hogy milyen borzalom az, hogy majd Budapestről egy íróasztal mellől fogják igazgatni az ország 3000 iskoláját. Hát én ennél nagyobb badarságot el nem tudok képzelni, mint ezt. Nem olvasták a jogszabályt, hogy a Klebersberg intézmény fenntartó központ 198 tankerületen keresztül fogja végezni az iskolák szakmai irányítását. Ez történt. Hát most már ezt sem szajkózzák, mert látják, hogy a 198 tankerület közül 197 és fél kiválóan teszi a dolgát. Azt a felet csak azért tettem ide, mert ilyen tökéletes helyzet nyilván sehol nem létezik. Tehát az állami fenntartásnak az előnyeit így röviden összefoglalva ebben tudnám elmondani, de még egy példával azért alátámasztom, ha megengedik. A korábbi rendszerben az államnak nem volt lehetősége közvetlenül beavatkozni ott, ahol javítani kellett, ahol nagy volt a baj, mert az önkormányzatok feleltek az iskoláért, és ugyan az önkormányzatok többsége jó szívvel és mindent elkövetett, annak érdekében, hogy jól működjön az iskola, de ismertek azok a történetek, amikor különböző okokból vagy megfontolásból például átjátszották az iskolát olyan alapítványnak, alapítványoknak, amelyek fűtfát ígértek, megtörtént az átadás, átvétel, a fűből és fából semmi más nem lett, csak széna és por és hamu, a gyerekek feje fölül eltűnt az iskola, a szülőknek kellett iskolát keresni, pedagógusok pedig bottal üthették fél évnyi fizetésüknek a nyomát. És nem volt módunk beavatkozni, mert a jogszabályok egy jogállamban azért kötelezik a mindenkori állami vezetőt. Mostantól kezdve van, és az idei év is produkált már nem egy olyan esetet, amikor becsődölt alapítványnak kellett a helyébe lépnie úgy a Klebersberg intézmény fenntartó központnak, hogy gondoskodjék a gyerekekről, hogy egyetlen nap sem hújjék el iskola nélkül. Nos, a legnagyobb változás, bár ezt tetten érni tudom, hogy nehéz, mégis ez az alap, a nevelésre nagyobb figyelem fordul. Itt van a magyarázat annak, hogy miért köznevelési és nem közoktatási törvényről beszélünk. Minden egyes pedagógusnak, óvodától a felsőoktatásig a nevelés az első számú és minden egyebet magába foglaló feladata. Megtartóztatom magam, hogy bár pedagógia az egyik szakom, az eredeti nyelv szakos tanári diplomám után, és szívesen szeretem kifejteni a nevelés értelmezését, tapasztalom, hogy elég sok pedagógus nem gondolja végig, talán nem tanulta annak idején, amikor egyetemre járt, hogy mit is értünk ez alatt, de megtartóztatom magam, mert hiszem azt, hogy ez a kör pontosan tudja, hogy a nevelés az egész személyre történő ráhatás, neveléshez idő kell, személyes kapcsolat kell, jelenlét kell.
távnevelésnek is van valami hatása, de igazán a személyközi kapcsolatok, ahol cselekedtetünk, példát adunk, magyarázunk, beszélgetünk, útbaigazítást adunk a gyereknek. Nos, ebből is következik a pedagógus életpálya modellnek az az eleme, hogy másképp szabályozzuk a pedagógusok munkaidejét 2013. szeptemberétől. A nevelésközpontúságnak egyik jellemzője az, hogy jövő évtől, 3 éves kortól kötelező lesz az óvodáztatás. Igen nagy sebességgel kezdtünk olyan Európai Uniós programokba, ahol a hiányokat pótolják. Nincs óriási hiány óvodai férőhelyekben, körülbelül 10%-os, ez azért jelent egy körülbelül 10 000 gyereket az adott korosztályból, és ez is különbözőképpen oszlik meg. Az Európai Uniós projekteket főleg a központi területen kívülre tudjuk helyezni, a pályázatok pedig futottak és futnak. Az önkormányzatok kötelessége az óvodáztatásról gondoskodni. Nem lesz mereven kötelező az óvoda, de ez a főszabály. Azok a családok, amelyek jól meg tudják oldani a gyerekeknek a nevelését, mert nevelni kell a gyereket, és ezt a megfelelő szervek engedélyezik, akkor felmentést kaphatnak az óvodáztatás alól. Jól tudjuk, mert tanultunk pedagógiát is, pszichológiát is, hogy az, amit a kisgyerek nevelésében mondjuk a 0 éves korától, de hangsúlyosan 3 éves korától 6 éves koráig elmulasztanak, az a későbbiek során nem vagy alig pótolható. Ezért kell 3 éves kortól óvodába vinni a gyerekeket, hogy beszéljenek velük, hogy fejlődjenek a képességeik, hogy szavakat megtanulják, hogy játszani tudjanak, hogy együtt tudjanak működni a társaikkal, nyilván azon a szinten, ahogy egy 4-5-6 éves gyerektől elvárható, és sorolhatom. Ha ez generálissá válik, akkor jelentősen csökkenni fog azoknak a gyerekeknek a száma, arányszáma, akik úgy lépnek ma be az iskolába, hogy 2, sokszor 3 évnyi lemaradásban vannak a társaikhoz mérten. És akkor irrelevánssá válik az az év ezredek óta zajló vita, hogy most 6 vagy 7 vagy 8 éves korban jó elkezdeni az iskolát. Kérem, évszázadok óta Európa minden fejlett országában a 6 éves kort jelölik ki az iskola érettségnek. Itt is eloszlatom azt a tévhitet, aki esetleg nem tudná, hogy lehet felmentést kapni itt is a szakértői bizottságok. Tehát nem kötelező, nem merev ez a szabály. Ezt is gyanítom, hogy szándékosan úgy interpretálták, hogy iskolaéretlen gyerekek tömkelege lepi majd el az oktatási rendszert. Olvastam nem egy ilyen vészjósló kritikát, nem erről van szó. Valahol el kell kezdeni, ez egy évszázados emberi tapasztalat, hogy a 6 éves korú gyerek, ha megfelelő nevelésben, fejlesztésben részesült, ha nem rendelkezik olyan fogyatékkal, ami a sajátos nevelési igényűek közé sorolja esetleg, akkor képes arra, hogy az iskolát elkezdje. Mert akkor egészen 30 éves korig kitolhatnánk a tankötelezettség kezdetét. Egy ironikus ilyen SMS-t kaptam ma, hogy azt javasolták, hogy 30 éves korra toljuk ki, addigra már biztos megérnek az iskolára. Hát ilyen tréfás kedvű emberek is vannak, akik ilyennel szórakoztatják az államtitkárt, akinek megszerzik a telefonját. Nos, nézzük a továbbiakat. Az erkölcstan és hittan, vagy az erkölcs és hittan, vagy az erkölcstan tanítása jövő évtől, mint tudják, kötelező lesz az állami általános iskolákban. Ezt az 1. és 5. évfolyamtól kezdjük el. A beiratkozás itt is simán lezajlott. Hát itt is már nehéz volt türelmesnek lenni, jobb, ha az ember inkább mosolyog azokon a húhogásokon, amelyeket ezzel kapcsolatban is hallani lehetett. Problémát nem okozott sehol. Ismereteim szerint a gyerekeknek több mint 50%-a választotta valamelyik erkölcs és hittan órát, és kevesebb, mint 50, körülbelül 40% ez országosan összesített adat. Az iskola által szervezett erkölcstanórát, hát ennek most az órarendi megszervezésén kell dolgozni az 1. és 5. osztályban, tehát az általános iskoláknak, hiszem, hogy megoldják. Hát ki más oldaná meg, hogyha nem az igazgatók, meg a tanári karok. 8 éven keresztül heti egy erkölcstan, vagy erkölcs és hittanóra, hiszem, hogy sokat fog segíteni abban,
hogy a felnövekvő gyerekek, majd a középiskolába belépő gyerekek számára természetes lesz az erkölcsi megfontolás. Természetes lesz annak tudása, megélése, hogy a cselekedeteinknek és az elmulasztott, a meg nem tett cselekedeteinknek erkölcsi következményei vannak. Erről van szó alapvetően az erkölcstantanításban, és nem arról, hogy ráolvasásszerűen kockafejű gyerekeket akarunk nevelni, hiszen az emberi méltóság megilleti a gyerekeket, és továbbra is érvényes az a szabály, hogy világnézeti kötelezettséget, pláne terrort államiskolában nem szabad alkalmazni a gyerekkel szemben, a véleményét meghallgatva kell őt rávezetni a jóra. A legszebb nevelői feladat, amelyet gondolom, hogy nagyon sokan ebben a teremben szülőként is megértünk, hogy a vitatkozó gyerekkel is olyan beszélgetések sorozatát kell néha éjszakába nyúlóan, amikor már nem 6 éves, hanem kicsit nagyobb, folytatni, hogy az a gyermek, a mi saját gyermekünk, az az életben megtalálja helyes útját. Lényeges változások a mindennapos testnevelés, ennek kapcsán a bevezetőben említettem a relaxáció valószínűleg szándékos félremagyarázását. Lényeges változás az, hogy visszatértünk a nemzeti alaptanterben a kötelező tartalmi szabályozáshoz. Ezt is jó helyre tenni, egészen 2003-ig az akkori nemzeti alaptanterv tartalmazott tartalmi előírásokat, vagyis elő volt írva, hogy mit kell mindenképpen tanítani. 2003-ban ezt megváltoztatták, és csak a kompetenciákat szabályozták, és ebből nagyon sok probléma adódott. A problémák közül egyet emelek ki, a kötelezően előírt, 5.-6. előírt úgynevezett nem szakrendszerű óra, talán emlékeznek még erre a pedagógiai abszurdumra, erre a fából vaskarikára, minthogyha valós pedagógiai gyakorlat lehetne az, ahol mereven elválasztjuk egymástól az ismeretszerzést és a kompetencia, vagyis a képesség-készség fejlődést. Nem lehet, ez, mint mondtam, fából vaskarika, nemzetközi eredmények is mutatják, ahol ezt ilyen túlhajszoltan értelmezték, mint nálunk az említett 8 év alatt, ott radikálisan romlott mindenütt az eredmény, nem beszélve azokról a sérülésekről, emberi problémákról, amelyet mondjuk az a pedagógus szenvedett el, nem egy ilyen volt, akit a tisztelt szülő följelentett azért, mert a nem szakrendszerű órán merészelt valamit kérdezni a gyerektől, és ő nagybölcsen úgy gondolta, hogy ez a pedagógus túllépte a hatáskörét, és sajnos nem kapta meg azt a szakmai segítséget a környezetétől, hogy helyre tegyék az ilyen badarságokat. Nos, a kompetenciák és az ismeretek karöltve járnak a nemzeti alaptanterv és a kerettantervekben, és a majdan induló tanfelügyeleti szaktanácsadói rendszernek lesz a feladata, hogy ezt segítse a gyakorlatban megvalósítani, és ellenőrizze is, hogy a tanítás ezzel a korszerű modern szemlélettel történjék mindenütt, hogy nem csak magolunk, nem csak gyakorlunk a semmiről, hanem a kettő az bizony együtt kell, hogy járjon. A nemzeti alaptanterv nem semmisítette meg a pedagógusok és az iskolák szakmai önállóságát, mi több az új köznevelési rendszerben az iskolák szakmai önállósága még erősödött is. Erről sem tudom megállni, hogy ne szóljak néhány gondolatot, mert ez is gyakran elhangzó olyan igaztalan állítás, amit jó helyre tenni. A korábbi rendszerben az iskolák a legfontosabb pedagógiai dokumentumaikat, így a pedagógiai programot, a helyi tantervüket, ide sorolom a házi rendet, ami fontos pedagógiai dokumentum is, bár jogi szabályokat fogalmaz meg, részben még a szervezeti működési szabályzat is ide tartozik, és akár az éves munkatervet is ide sorolhatom, ahol arculatot formálunk. Nos, ezeket a dokumentumokat elkészítette, de nem ő hagyta jóvá. Tehát a fenntartó ezt felülírhatta, különböző körülmények között beleszólhatott. Ez egy ilyen rendszer volt, amely következett abból, hogy az önkormányzat felelt az iskoláért, és nem volt tartalmi szabályozás, tehát szükséges is volt, hogy valaki ellenőrizze.
Most az új köznevelési törvényben talán nem került el a figyelmüket, ezeket a dokumentumokat a nevelőtestület alkotja meg, gondolom nagy részt túl is vannak ezen a munkán, és az igazgató hagyja jóvá. Nem kell a fenntartónak beterjeszteni jóváhagyásra. Miért? Mert a jogalkotó, a törvényalkotó megbízik a tanárok az országos tanári kar szakmaiságában. Ha az a pedagógiai program olyan lesz, hogy abban valami komoly hiba van, az úgy is kiderül, mert ennek alapján készül majd a tantárgyfelosztás, amit viszont a fenntartó jóváhagy, valamint ezek nyilvános dokumentumok, nyilvánosságra kell hozni, és az éles szemű szülők, újságírókról nem beszélve, úgyis kibányásznak valamit belőle, hogy ott hiba van. Kérem, kedves kollégák, igazgatók, bízzanak magukban, nem kell szakértőnek tízezreket, százezreket fizetni, meg fogják tudni alkotni ezt a dokumentumot, vagy megalkották jól, és ez képezi a saját iskolai autonómiájuknak az alapját. Ebben kell rendelkezni arról a heti 2, 3 vagy 4 óráról, amelyet kitöltenek majd tartalommal, és ha erre lehetőségük van, vagy a tantestület ezt akarja, akár relaxálhatnak is heti 2 órában, nem kötelező érvénnyel, mert a relaxáció, mint mondtam, a testnevelés óra keretében megjelenik. Tehát az iskolák szakmai arculatáért az iskolák maguk felelnek, természetesen van egy ilyen külső kontroll. A szaktanácsadás, a tantárgygondozás, a külső szakmai ellenőrzés új elem lesz, amit később egy összehasonlító táblázattal szeretnék értelmezni. Ez mind a jövő tanévtől fog indulni. Most inkább a pedagógus életpályáról néhány szót, amely értelemszerűen hát régóta izgatja a kedves kollégákat, és jó itt is azért talán néhány pontot helyére tenni. A pedagógus életpályának 3 fő jellemző vonása van, de nagy vonalakban azt mondhatnám, hogy egy kétoldalú intézkedés, amelynek a célja az, hogy a pedagógus társadalmat végre fölemelje 6-7 évtizednyi adósságot pótolva ezáltal, mert gondolom, hogy sokan tudják, hogy a háború utáni években a forint bevezetésekor követték el azt a feltételezhetően szándékos bűnt, hogy a pedagógusok fizetését 1/5-ére csökkentették. És a jóvátétel azóta sem történt meg. Hát 5-szörösére nem tudjuk emelni, de egyfelől tehát van egy jelentős béremelési oldala, másfelől viszont van egy szabályozási oldala. Másképp, jobban, feszesebben kell a munkát végezni ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük önmagában. Talán sokan végeztek itt olyan tanulmányokat, és ismerik azt a Herzbergi elméletet, amely bebizonyítja, hogy önmagában pénzzel nem lehet jobb munkára motiválni. A pénz az azért kell, a magasabb fizetés, hogy megbecsüljük a dolgozót, és hogy ne vágyjanak el a pályáról. Amivel motiválni lehet legjobban, az a vonzó feladat, duplán érvényes ez a szellemi szférára. Nos, a pedagógus életpályában ez a másik oldal is megvan, egy olyan szabályozással, amely a munkaidőt másképp szabályozza, egy minősítési rendszert rendel a pedagógus pálya mellé, és itt van a 3. elem, a bértábla, ami a munkaszervezést jelenti. Kérem, tegye fel a kezét, aki úgy tudja, hogy a jövő tanévtől 26 lesz a kötelező óra. Hát nagyon boldog vagyok, Somogy megye jól működik. Terjednek ilyen röplapok is, ijeszgetés szándékkal. A pedagógus létszám kiszámításának az alapja továbbra is a 22 óra. De ebből nem következik az, hogy nem lehet a tantárgyfelosztás vagy egyéb szervezési tényező eredményeképpen olyan pedagógus, akinek ennél több. Mennyivel lehet több? A jelenleg még érvényes szabályozás akár 28 óráig engedi fölmenni a pedagógus óráját. Jól lehet, ez túlórával díjazza. A pedagógus életpálya úgy szól, hogy a neveléssel, oktatással lekötött idő, az nem lehet több 22-26 óránál. Tehát ebben az intervallumban fog kialakulni mindenkinek az óraszáma, a számítás alapja pedig a 22 lesz.
A pedagógus létszám kiszámításának ez egy döntő alapja, a másik a csoportosztály létszám, illetve az adott évfolyamoknak a száma. Ez történik most ezekben a napokban. A fenntartó az igazgatókkal együttműködve ki fogja számolni, hogy az adott iskolának a törvényben meghatározott számok szerint hány pedagógus létszám jár, mennyit fog az állam finanszírozni. Ez az esetek többségében ugyanannyi, mint amennyien most vannak, hiszen az óraszám nem növekedett, a tanulók óraszáma sem emelkedett lényegesen, lehet, hogy itt-ott lesz változás, főleg olyan helyeken, ahol teljesen szabálytalanul, tudok ilyenről is, nem tudom, hogy hol és hány helyen, de azért hallottam ilyenről, teljesen szabálytalanul vállalkozói szerződéssel alkalmaztak pedagógusokat, úgy szólván teljes órára. Nos, ez az össze-vissza világ megszűnik, mint ahogy az is megszűnik, hogy egy nagy gimnázium felelős igazgatója annyi pótlékot és fizetést kapott és kap idáig, mint amennyit a közalkalmazotti bértábla előír minimumként, és máshol egy kicsi általános iskola sokkal kevesebb munkát végző és felelősséget viselő igazgatója kétszer annyi fizetést kap, mert különböző csatornákon és különböző eljárással ennyit adtak neki. Az állam azt vállalja, hogy a mindenkinek járó fizetést mindenki megkapja. Most, ha egyik másik önkormányzat valamilyen módon tudja segíteni az ott dolgozó pedagógusokat, ez megteheti, de a mindenkinek járó alapfizetés lényegesen több lesz. Visszatérve tehát, a munkaszervezés azt jelenti, hogy szakítunk azzal az állapottal, amely azt eredményezte, hogy a pedagógusok nagy többsége óraadóként értelmezte a munkáját, és a fizetését a megtartott órákhoz viszonyította a rendszer. Ebből adódtak azok az iskolai problémák, amelyeket nem most, már jó 10 vagy 10 évvel ezelőtt én magam is még hajdani igazgatóként átéltem, amikor szóvá tettem egy kedves kis fiatal kolléganőmnek, aki nagyon jól tanított, mellesleg, hogy hát miért nem maradsz itt délután egy kicsit foglalkozni azzal a gyerekkel, látszik, hogy nagyon nehezen boldogul a francia kiejtéssel, más baja nincs, de ha ezt nem hozza be most az elsőbe, akkor esetleg lemarad. Mire ő ilyen pökhendi módon azt mondta, hogy hát nekem az a dolgom, hogy megtartsam az órákat, nem? És hát bizony egy kicsit korepetálgatnom kellett, hogy azért van pedagógus hivatástudat, de ki fizeti ezt meg nekem? Nos, ennek a világnak vége, kedves kollégák. A jó pedagógus számára soha nem így jelentkezett, hogy ki fizeti meg nekem, hogy ott maradjak Pistikével egy kicsit beszélgetni. Akinek nem volt hivatástudata, az esetleg megkérdezte, hogy ki fizeti meg nekem. Nos, ennek a kérdésnek nem lesz értelme a jövőben, mert a törvény a kötelező, mindenki számára kötelező heti munkaidőnek, a 40 órának, 80%-át kötött munkaidőnek tekinti, amelyet javarészt az iskolában, de nem kizárólag az iskolában kell eltölteni, olyan pedagógiai munkával, amelyben hát felsorolásszerűen ott szerepel mindaz, amit eddig is csináltak a kedves kollégák. Múlt héten egyszer egy hajnali rádióinterjúban hallottam egy kedves hangú kolléganőnek a nyilatkozatát, fogalmam sincs, hogy az ország melyik részéről, és hogy ki volt, tehát nem én szerveztem meg, nehogy azt higgyék. Ő azt mondta, hogy ő nem érti, hogy mi ezzel a baj, hiszen eddig is ott maradtunk az iskolába, és mindezeket csináltuk. Nos, ez a lényege, és az, hogy az óradíj alapú elszámolást, a minden külön munkáért kifizeti ezt meg nekem kérdés feltevését, azzal tudjuk kiküszöbölni, hogy hozzárendeltünk egy olyan bértáblát a pedagógusok életpályájában, amely méltó, tisztességes fizetést ad, és ez a munkaidővel kompenzálandó. A méltó, tisztességes fizetés mértékét mindenki olvassa ki maga számára a törvényből, ahol százalékos táblát találnak, a számítás alapja a mindenkori minimálbér, és a kezdő fizetés egy egyetemi diplomával rendelkező tanár esetében az a minimálbér 200%-a. Ez forintosítva azt jelenti, hogy ma egy egyetemi diplomás tanár a kezdő fizetése akkor 135 ezer bruttó forintot mondhat magáénak, ebből hazavisz kevesebb, mint 100 ezeret,
a bértábla következtében ez 196 ezer forintra fog nőni. Jelentős tehát a fizetésemelés, amely elbír sok egyéb feladatot, és az a szándékunk vele, kérem, hogy ezt lássák világosan, hogy végre a pedagógus társadalom olyan szellemi állapotba kerüljön, hogy tudja, hogy ennyi a fizetésem, ezért ezt és ezt kell csinálnom. Túl munka a tartós helyettesítés, vagy túl óra díj, vagy többlet fizetés, csak a tartós helyettesítés után fog járni. 22 óra maradt tehát a kötelező óraszámnak az alsó része, ezt tudom még egyszer elmondani. A minősítés pedig azt a célt szolgálja, hogy legyen egy olyan húzóerő, amely az igazán igényes szakmák esetében van. Két kötelező minősítésen kell a pedagógus életpálya során átesni. Önökre, akik itt ülnek a teremben, ha csak nincs olyan, aki mindössze egy éve van a pályán, az első nem vonatkozik, ez a gyakornokság utáni kötelező minősítő vizsga. Ezt olybá veszi a törvény, hogy ezen önök túlestek. És ezért automatikusan mindenki besoroltatik majd a pedagógus egyes számú kategóriába, amelyen belül ugyanúgy megvannak a három évenkénti ugrások magasabb bérrel, mint a jelenlegi közalkalmazotti bértáblában. Az előző példa csak a kezdő szakaszra vonatkozott, a többit nem tudom fejben tartani, meg nem is hoztam el, mert tudtam, hogy nem lesz arra időm, hogy mindezt megmutassam. A törvény mellékle, a köznevelési törvény hátulján megtalálhatók, és hát minden törvény nyilvános, tehát ennek utána tudnak nézni. Most ez a pedagógus életpályának a lényege, amelyhez még sok egyéb is társul, de ezeket én most itt nem mondom el, mert ezek talán a leglényegesebb elemek. És hogy ez kedvez az országnak, az vitathatatlan. Mert a pedagógusoknak is kedvez, ezáltal a gyerekeknek is kedvez. És azért itt kell, hogy elmondjam, hogy az nem az én személyes sikerem ám, hogy a sztrájkbizottságot alakító négy szakszervezet közül hárommal plusz kettővel sikerült megegyezni. Mert ők is belátták, hogy igen, ez egy jóvátétel, kétségtelen, hogy nagyobb koncentrációt igényel a pedagógusok munkája a jövőben. Én ezt a kifejezést szeretem használni, összetettebb, professzionálisabb, nagyobb koncentrációt igénylő minőségi munkára van szükség. Nem használom azt a kifejezést, amit a szakszervezeti oldal előszeretettel mondogat, hogy növekszenek a pedagógusok munkaterhei. Ezek nem terhek, hanem feladatok, amelyeket végzünk, ugye hivatás tudatból. Most ennyit a pedagógus életpályáról. Azt hiszem, nem kerültem meg a kérdést, de még egyszer megismétlem, hogy nagy valószínűséggel ez szeptember 1-től érvényes lesz. Nagy valószínűséggel. A közösségi munka teljesítése a középiskolákban egy olyan feladat, amit egyértelmű tetszés fogadott. Mindazok az intézkedéseket, az óvoda, a mindennapos testnevelés, a nevelés elsődlegessége, a pedagógusok minősítése, egy komoly közvélemény kutatással elvégeztettünk, és örömmel jelenthetem, hogy a társadalom felnőtt lakosságának a 60-70, van olyan, amit 90%-a is támogat. Ezért tehát teljesül az, amit az első képen talán láttak, hogy a köznevelési rendszer átalakításával van egy olyan cél is, hogy a jogos társadalmi elvárásokra felelni kell. Igaz, hogy ezt csak utólag végeztettük el, de elvégeztettük, és igen nagy megnyugvást jelentett mindannyiunk számára, hogy ezeket az intézkedéseket támogatják. A közösségi szolgálat teljesítését kevés kritika érte, fanyalgás persze itt is volt, mert nem is olyan lenne a mi közbeszédünk, hogyha nem fanyalognának még az ellen sem, ami egyértelműen jó. A középiskolások vannak itt, a lehető legegyszerűbb adminisztrációval, ellenőrzéssel úgy szervezzék ezt meg, hogy a gyerekeknek élményt adjon. Jól tudjuk a nevelésből, hogy nem elég a nevelésről prelegálni, hirdetni, hogy mi a jó. Ezt ki kell egészíteni személyes példaadással,
meg irodalomból, képzőművészetből, bárhonnan hozott példákkal, amelyek érzelmileg is hatnak, de a legnyomósabb érv a nevelésben az, ha alkalmakat teremtünk a fiataloknak arra, hogy gyakorolják is azt az erkölcsi jót, amelynek az igazságáról meg akarjuk őt győzni. És bizony a közösségi munka számtalan olyan tapasztalatot hozott felszínre, amely azt mutatja, hogy a közösségi munkát elvégző fiatalok rácsodálkoztak arra az élményre, hogy bizony jót tenni jó, hogy gazdagszanak azáltal, ha egy idős személynek heti két órán keresztül bevásárolnak, vagy segítenek, vagy elmennek egy árvízi időszakban töltést pakolni, és nem azt kérik, hogy ki fizeti ezt meg nekem, mert a fizetség valahol ott van a lelkiismeretben, hogy megtapasztaltam, hogy most valamit cselekedtem másokért. Ezért erre érdemes gondosan odafigyelni, lesz ehhez is elegendő segítség, és a társ program, amelyet két évvel ezelőtt folytattunk le kísérleti jelleggel, utána nézhetnek nagyon sok szakmai segítséget is ad ehhez. Nos, a pedagógiai intézetek újjászervezésén belül fognak megjelenni a szaktanácsadók, a szakszolgálatok keretén belül működnek azok a szakértői bizottságok, amelyek eddig különböző szervezetekben dolgoztak, ezek mind állami fenntartás és egységes állami irányítás mellett egységes szakmai protokoll mentén kell, hogy dolgozzanak, ha hiszik, hanem eddig ilyen nem volt. Ez megint csak tarthatatlan helyzet. És akkor itt vannak az új tankönyvek felmenőrendszerben, és új tankönyvek terjesztés. Egy állami, azaz magyar pedagógus kar fog létrejönni az állami intézmények keretén belül. Lesz egy pedagógus etikai kódex, amelyet régóta igényel a szakma. De átugrom, mert ez a táblázat, ez elég fontos. Tudom, hogy aprók a betűk. Annyit tudok ígérni, hogy a helyi szervezőknél itt van ez a vetített anyag, akit érdekel, jelentkezzenek a tankerületi igazgató úr, bárkinek elküldi, egyáltalán nem titkos anyag, és akkor nem kell másolni, vagy írogatni, meg talán nem okoz akkor olyan problémát, hogy a kicsi betűket kevésbé lehet látni, nem sikerült másképp megszerkeszteni a munkatársamnak. Itt azt foglaljuk rendszerbe, hogy a pedagógus munkáját segítő, támogató és ellenőrző rendszerek hogyan épülnek fel. Nagyon nehéz az átmeneti pár évet menedzselni, ezért inkább a végállapotot ismertetném. Az első ideális látogatása egy pedagógusnak, aki iskolában, bárhol, óvodában dolgozik, az a szaktanácsadó lesz. Aki elmegy hozzá, beszélget vele, akinek feltárhatja a gyengéit, a problémáit, megmutathatja önmagát, akivel leülhet arról órákon keresztül beszélgetni, hogy most jól tanítottam-e József Attilát, vagy nem, mit lehetne még idehozni, hogy a gyerekeket jobban megérintse, vagy a Pitagórász tételt, vagy bármit. Ennek a látogatásnak annyi eredménye van, hogy a szaktanácsadó kitölt valamit, hogy ő ennek eleget tett. És persze készíthet bármit is, a pedagógus kérésére nem megy tovább. Nem kapja meg az igazgató, nem kapja meg a fenntartó, ugyanis ez nem ellenőrzés. A korszerű rendszerekben a tanácsadás és az ellenőrzés elválik egymástól, mert hogyha ellenőrző jellege van, mint a régi szakfelügyeleti rendszerben volt, akkor a pedagógus a legszebb arcát akarja mutatni, és palástolja a gyengéit. Ennek tehát az a célja, hogy segítsen, és másik célja az, hogy az új nemzeti alaptanterben foglalt követelmények teljesítéséhez hozzásegítse tanácsadással, konzultációval a pedagógusokat. A következő lépés ez a tanfelügyelet. Közben egy kicsit azért ugrálok, mert ilyen vízszintesen egymás mellé rendeztük a három kategóriát, hogy lássák a különbségeket, akik látni akarják. A tanfelügyelet az viszont egy ellenőrzési rendszer, amely már ellenőriz, mégpedig országosan nyilvános szakmai kritériumok alapján. Erről jegyzőkönyvet állít ki, amelyet átad az igazgatónak és a fenntartónak, és ez bekerül a pedagógus portfóliójába. Minden pedagógust 5 évente fog ellenőrizni ez a rendszer a tanfelügyelőkön keresztül, és ezáltal nyilvánvalóan jelentősen javul a közoktatás, a pedagógus munkájának a színvonala.
Talán, ahogy végignézek az itt ülőkön, rajtam kívül van más is, aki már abban az életkorban van, hogy emlékszik rá, hogy voltam valami ilyesmi, csak szakfelügyelőknek hívtuk őket, 1985-ben megszűnt, és ennek legalább két baja volt, ha több nem. Egyrészt összekeveredett a tanácsadás és az ellenőrzés benne, és ezáltal nem funkcionált jól. Másrészt a szakfelügyelőket, mert akkor így hívták őket, senki nem képezte erre a munkára, hanem valahogy kiválasztottak, még a 60-as, 70-es években elsősorban a politikai szempontok domináltak, már ahogy a glásznoszt meg a perestroika előszerei éreztették hatásukat itt Európában, akkor már erősebbekké váltak a szakmai szempontok, de hogy végezte az a szakfelügyelő a munkáját, azzal úgy senki nem törődött. Most lényeges különbség, hogy kiválasztódnak, képezzük őket, vizsgázniuk kell, és a tanfelügyelőt is értékelni fogják majd a pedagógusok. Kik lesznek a tanfelügyelők, kik lesznek a szaktanácsadók, és hozzátesznem, kik lesznek a minősítési szakértők, kedves kollégák, önök közül azok, akiket érdekel ez a munka, akik megfelelnek a kritériumoknak, akik átestek a képzésen, és a vizsgát jól letették, és ezáltal majd megkapják a mestertanári besorolást, és munkaköri kötelezettségként heti egy napban ilyen munkát ellátnak. A külön díjazás csak költségtérítés lesz legalábbis kezdetben, mert erre tudunk anyagi fedezetet biztosítani. Lesz némi munkaidő kedvezmény, nyilvánvalóan másképp ez elképzelhetetlen, hogy működjék. Hogy milyen óriási az érdeklődés, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy az első például szaktanácsadói jelentkezésre 800 helyet hirdettek, meg több mint 4000-en jelentkeztek rá, heteken belül elkezdődik a képzés, a tanfelügyelők első kísérleti képzése elkezdődött, az első kísérleti vizsgálatok megkezdődtek, és követi ezt a harmadik rendszer, a minősítés rendszere, amely az életpálya részeként, mint mondtam az előbb, az életpálya során 2-10-ben kötelező jelleggel, további 2-10-ben önkéntes jelentkezés alapján, szigorú szabályok mentén minősít, a kormány hivatalok dolga a minősítés szervezése, és annak kimondása, hogy átesett pozitív eredménnyel az illető a minősítésen, és ennek következtében magasabb kategóriába lép. És a 4 fajta minősítési kategória és a pedagógus egyben vázolt 3 évenkénti automatikus ugrás egymásra épülve eredményezi azt, hogy sokféle fizetési besorolásra is lesz, 200 000 forinttól 400 akárhány ezer forintig a mostani minimálbér alapján számolva. És egy törvény persze nem tart az idők végezetéig, amíg befolyásom lesz rá, és az ország gazdasági helyzete megengedi, ezeket a százalékokat igyekszem majd megnyomatni, vagy legalábbis az utódaimtól ezt fogom kérni, mert tarthatatlan az a helyzet, nem jó az a társadalom, amely a legfontosabb munkatársait, akik a jövő nemzedékét, a legnagyobb kincseinket tanítják, nevelik, olyan méltatlanul alacsonyan fizeti, bérezi, hogy a pedagógusoknak ma több mint 70%-a kényszerül arra, hogy a megélhetése érdekében másodállást vállaljon, vagy különböző ügyeskedésekkel szerezzen mellékjövedelmet. Ebben az országban rendet szeretnénk, szabályozott rendet, a szabadság rendjét, átláthatóságot és azokat a célokat megvalósítani, amelyeket az első képen láttak. Kedves kollégák, még itt több minden van a diákon, de én itt megállok. A felső oktatás fontos változásaitól eltekintek, mert egyrészt az időm is elfogyott, másrészt itt elsősorban ugye a köznevelés rendszerének szolgáló lányai és fiai ülnek. Mindannyiuknak azt kívánom, hogy maradjanak meg ezen a pályán, szerezzenek maguknak. A munkájukkal, a tanítványaikon keresztül sok-sok örömet, és még véletlenül sem mondják azt tehetséges, kedves, jóarcú fiataljaiknak, hogy Isten óvjon attól, hogy a tanári pályára lépjél. Mert a pedagógus képzés oldaláról is sok-sok olyan
újítást vezettünk be, például a Klebersberg tanulmányi ösztöndíjat, amellyel az egyetemi évek során is arra akarjuk buzdítani a fiatalokat, hogy külön zsebbe kapott juttatással ösztönözni őket arra, hogy a tanári pályát válasszák, és a pedagógus képzésben résztvevőknek nagy száma állami ösztöndíjjal, azaz teljesen térítésmentesen fog tudni tanulni, mert állami feladat, az államnak pedig kötelessége gondoskodni arról, hogy megfelelő számú szakos tanár legyen mindenütt. És nagy öröm az számomra, hogy a fiatalok, az érettségiző korosztály úgy látszik, hogy kihallották már ezeket a szándékokat, mert, mint mondtam korábban, lényegesen többen jelentkeztek az idén az osztatlan tanári képzésre, mint a megelőző években. A számokat nem árulom el, mert csúnya dolog lenne megelőzni a felsőoktatási államtitkárság péntekre tervezett sajtótájékoztatóját, de míg az elmúlt években egy kémia vagy fizika tanári szakra az egész országban ketten, hárman jelentkeztek, annyit azért megsúgok, hogy ez most két vagy három számjegyű szám, amit viszont pénteken fognak ismertetni. Ez azt mutatja, hogy a társadalmunk igazságérzete, egészséges szemlélete jól működik, és a tanári pályába érdemes anyagiakat, szellemieket beruházni kemény munkával, hogy sok kiváló tanárunk legyen, sok kutató tanárunk legyen, sok rác tanárunk legyen, akik képesek majdani Nobel-díjasokat és diákolimpokonokat nevelni önmaguk és a közösségük a nemzet hasznára. Köszönöm, hogy meghallgattak, mindenkinek kívánok nagyon jó munkát,